Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, ahogy megszokhatták, az elmúlt időszakhoz hasonlóan most is legendák szólítatnak meg. Ebben a műsorunkban vendégem Kenyeres Fanni, a klasszis balsz és a magyar válogatott az Alcoa egykori nagyszerű balszélsője. Én azt gondolom, hogy egy páratlan siker volt, az érdemes visszatekinteni rá, illetve az a pályafutási sikeres, amelyet te magadénak tudhatsz, hiszen a válogatottban érmek, a klubcsapataidban egy remek kupagyőzelem, mindenről fogunk beszélgetni, de mielőtt azonban eljutnánk idáig, egy kicsit essék szó a kezdetekről, a sportág választásról, hiszen egy kicsi lány, amikor sportágot választ, azt nem mondom, hogy eldől a sorsa, ha kellően tehetséges, de azért nyilvánvaló, hogy ez egy hosszabb folyamat. Nyilván én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy kipróbálhattam nagyon sok sportágat. Konkrétan az alsó tagozatban a művészi tornával és a kézilabdával ismerkedtem, és emellett folyamatosan atlétizáltam, ami talán megadta az alapokat ahhoz, hogy elindulhassak később majd a kézilabdában. Nagyon szerettem, hetedik osztályos koromig tulajdonképpen atlétizáltam és kézilabdáztam együtt, és hetedik osztályban viszont már nem művészi tornáztam, ugye az alkatomnál adódó, vagy az alkatomból kifolyólag sem, viszont akkor már pici gyerekekkel, óvodásokkal és elsős kisgyerekekkel foglalkoztam, azt is nagyon szerettem. De aztán ugye elindultam a kézilabda útján, ami már azt feltételezte, hogy nekem Budapestre kellett, már 8. osztályban kollégista voltam Budapesten. Tehát szpar is lettél? Nem, még az nem. Óbudai Goldberger volt a nevelő egyesületem, és tulajdonképpen ott játszottam az első években, ahol a Ferencváros figyelt fel rám, és az akkori nagy Fradihoz átigazoltam, és az utánpótlás csapatba játszottam, többek között a Lővidóra, Bec Maris féle, Birkás Anikó féle Fradiban, ahol viszont rengeteg tehetséges játékos várakozott a sorára, ha lehet így mondani, Németh András felnőtt csapatának a kapujába kopogtatott, és akkor én úgy ítéltem meg, mivel megkerestek a Spartakusztól, hogy talán nagyon-nagyon sok évig kellene nekem sorban állnom, és nagyon sok mindent kellene túlélnem ahhoz, hogy én a Fradi első számú csapatába bekerüljek, és én így kerültem a budapesti Spartakuszhoz. Ki volt az a mestered, akitől az indítatást kaptad, akire szívesen emlékszel ma is? Hát, a kezdeti időszakban. Páncél Barabás. Tehát ő volt az, aki engem felkarolt, szabad teret adott nekem tulajdonképpen ott a kezdetekbe, és bejátszatta velem tulajdonképpen az egész pályát. Így indult a spariba a karrierem. Játszottam én akkor ott ballövőt is, balszélsőt is, úgyhogy azt gondolom, hogy nekem azok ott nagyon szerencsés évek voltak, nem beszélve arról, hogy ott a Spartakuszban volt egy olyan utánpótlás csapat, ahol nagyon sok tehetséges játékos volt akkor, és nem csak az első számú csapatban, hanem az utánpótlás csapatban is hogy nagyon jó eredményeket. Találtad meg a posztodat, hiszen mondtad, hogy úgy kezdted, hogy sok mindent játszottál, és végül is a bal szél lett a tiéd. Hát tulajdonképpen mindig is úgy játszottam én a pályán, hogy bal szélsőként, de berakhatnak cselezni. Tehát arra azért sokan támaszkodtak, amikor cselezni kellett a pályán. Berakhatnak cselezni irányítóba, lövőbe, játszottam jobb lövőbe is, amikor arra volt szükség. Igazából számomra tulajdonképpen mindegy volt, csak hozzáadhassam a tudásomat a csapatnak az eredményeihez. Ugye rövidesen bekerültél a válogatott keretbe, még 98-at írtunk, tehát az elmúlt évezredben, ha úgy tetszik. Ott konkrétan már balszélsőként. De akkor már konkrétan balszélsőként. Igen. Az meghatározó volt számodra? Tehát természetes volt, hogy a folyamatos fejlődés záloga végül is a nemzeti színek? Igen, mert ahogy a válogatottba bekerültem, utána lehetőségem nyílt, hogy a Vasas leigazoljon,
és ott azért nagyon nagy nevek játszottak. Igen, tehát hát az én egyik példaképem volt. Az Erdős Évi, ő volt előttem Balszélen, imádtam, mint ember, mint játékos, Tótné Szabó Melinda, akkor sorolhatnám itt a Kovács Timi, fú, nagyon sokan játszottak ott abban. Ráadásul sikeres volt az együttes mindenképpen. Igen. Szóval talán ott már az a vasas volt, akinek nem sikerült odaérni az 1-3-ba, de mégis azért nagyon nagy nevek játszottak, ott még a vasas kézilabda, női kézilabda csapata azért ott az élmezőnyhöz tartozott, mindig nagy csatákat vívtunk, és nekem akkor fiatal játékosként nagyon nagy dolognak számított, hogy olyan játékosokkal játszhatok, akikre felnéztem, és mindig néztem, hogy mit lehet tőlük eltanulni, és befogadtak, és szerettek. Szóval nekem azért egy nagyon nagy dolog volt, és hát tulajdonképpen Zsiga Gyula azt a csapatot vette, amikor már leszálló ágban volt, és próbálta ugye ott helyrehozni a dolgokat, mert ott nagyon sok anyagi probléma is volt már. Tehát maga a csapatnak az életben maradása volt a tét. Igen, hát ez már az új évezred volt, és akkor, ha visszatekintünk, Deliritával is beszéltünk erről, hogy akkor még nem volt ilyen ennyire kiemelkedő két csapat, mint a Győr és a Fradi, igen, hanem jószerivel az első 5-ből 6-ból nemzetközi szereplés is adódhatott, illetve a bajnoki cím, ha a bajnoki cím nem is, de a dobogó az kijárt jó néhány csapatnak. Hát véres küzdelmeket játszottunk, akár egy Debrecennel, Dunaújvárossal, vidéki csapatok ellen mindig nagyon-nagyon meg kellett szenvedni. Tehát emlékszem, hogy abban az időben nagyon-nagyon sok rangadó volt egy-egy idényen belül. Hát igen, ez most már egy kicsit szétvált a Győr és a Ferencváros javára, de azok az idők azért még egy kicsit nehezebbek voltak így a csapatok szempontjából. Mi hozott Fehérvárra, hiszen az új évezred gyakorlatilag itt köszöntött téged, és az alkohol szerepvállalásával itt is egy olyan csapat kezdett kialakulni, amely aztán a nemzetközi szintre is eljutott. Gondolok itt elsősorban arra, hogy 2002-ben már az EHF kupában is sokáig meneteltetek, az is már egy remek csapat volt, a 2005-ről pedig később. Mi hozott ide? Hát tulajdonképpen ugye Zsiga Gyula volt az edző a Vasasba, akit megkeresett a Fehérvár. És ő épített tulajdonképpen Fehérváron egy olyan csapatot, akik már babérokra szerettek volna törni. És az akkori Vasasból többen jöttünk Székesfehérvárra, és tulajdonképpen az, hogy a Vasasban nem tudtunk olyan eredményt elérni, amire tulajdonképpen mindig mindenki vágyott, adta meg Fehérvár tulajdonképpen azt a lehetőséget, hogy egy idézőjelben, tehát szerintem mondhatom ezt, hogy sztárcsapattal, mert olyan nevek voltak abban az évben, vagy abban az időben, amikor elindult az új csapat, hogy bármi megtörténhetett volna, tehát nem volt titok, hogy mindig az 1-3 volt a célkitűzés, hogy végre kerüljünk be, és éremmel zárjuk az idényt. Viszont 2005-ben azt hiszem, hogy azt a csodálatos menetelést egyetlen egy sportrajongó, tehát nem csak kézilabdarajongó, gyorsan kiderült, hogy Fehérváron mindenki szereti a kézilabdát is hirtelennyében, hiszen egy fantasztikus menetelésnek lehettünk tanúi, és jellemző a magyar kézilabda akkori erejére, hogy az EHF kupában ugye 3 magyar csapat volt az elődöntőben. Igen. Mi ugye titkor reménykedtünk, hogy a Fradit legyőzitek, de azért az esély az mellettük szólt. Hogy élted meg azt a Fradi sikert? Hiszen én azt gondoltam akkor, hogy ez a csúcs, ennél nincs tovább. Nagyon nagy dolog volt. Nem csak mi, hanem egész Fehérvár vágyott már arra, hogy valami kiemelkedő eredményt érjen el. Szerintem mint klubcsapat is, bármelyik klubcsapat. Nagyon sok olyan szurkolót vonzottunk be abban az évben akkor, akik nem feltétlenül a kézilabda szurkolói közé tartoztak. Én azt gondolom, hogy abban az évben nagyon-nagyon sokat köszönhetett ugye a kézilabda sport a Szabó Edinának, aki tulajdonképpen összefogta ezt az egészet, és minden fronton próbálta a csapatot felemelni, menedzselni, megfelelően felkészíteni arra,
hogy tulajdonképpen pszichésen is mi kell ahhoz, hogy végre átlépjünk egy küszöböt, és akkor mi kerüljünk ki győztesen egy ilyen párharcból. Mi is csak titkon reméltük akkor, hogy a Fradin túljutunk, de akkor már annyi csapaton jutottunk túl, európai neves csapaton jutottunk túl, hogy azt hiszem, hogy abban az évben kellően megalapozta az önbizalmunkat ahhoz, hogy működjön az a csapat egy Ferencváros ellen is. És ugyebár egy gólon múlt. Igen. És utána, amikor jött a döntő a Győr ellen, az még nem az a Győr volt, de ennek ellenére egy remek csapat volt akkor is, hiszen azért ne feledjük, hogy világklasszisok játszottak a Győrben már, vagy bontogatták szárnyaikat, és ugye az első 6 gólos vereség, hát azt mondtuk, hogy rendben van, gyönyörű lesz, a szépen csillog az ezüst, és erre jött a csoda 9 góllal itthon. Miként emlékezel erre a meccsre? Azt tudtuk, hogy a Edina berekedt teljes egészében. Hát mondhatnám azt, hogy a mai napig nem értjük, vagy nem értem én legalábbis, hogy ez az egész hogy történt. Megint csak azt tudom mondani, hogy kellőképpen fel voltunk készítve taktikailag. Ez teljesen bizonyos a játék képe alapján, hiszen az ellenfél, ebben az esetben a Győr nem tudott mit lépni bizonyos dolgokra. Az, hogy elég vehemensen léptünk fel a pályára, az, hogy tényleg mindenki úgy állt ehhez a mérkőzéshez hozzá, hogy ez egy olyan esély, egy olyan közönség előtt, hát a jégcsarnok az fantasztikus volt. Ahova még több olyan ember is befért, aki adott esetben a kézilabda csarnokba máskor nem látogatott el, és talán ez is nagyon-nagyon sokat hozzáadott. Tehát a közönségnek mindig nagy szerepe volt abban, és a szurkolóknak, hogy a csapat jó eredményt érjen el. Ez a mai napig így van, és szerintem mindig is így lesz mindenféle sportágban. És az atmoszféra, ami ott volt abban a csarnokban, az nagyon-nagyon-nagyon mély nyomot hagy szerintem minden sportolóban, aki valaha ilyen közönség előtt játszik. És még egyszer hangsúlyoznám, hogy ugye a taktikai felkészülés, ami konkrétan erre a meccsre, tehát lehet bármit mondani, de én azt gondolom, hogy az volt a mérvadó. Igen, és sztárparádé a csapatban, csak néhány név, Sugár Tíme, a Balogh Be, a Kenyeres Fanni természetesen, Löw Andrea, Tápai Szabina, Siti Bea, a nagyszerű csapat volt mindenféle értelemben, és a következő évben pedig jött egy kupa ezüst. Igen. Ami szintén nagyon fontos, mert az látszott, hogy akkor szinten van a csapat. Tehát szintet lépett, ha úgy tetszik. Igen, nagyon fontos volt az ezüstérem is abból a szempontból, hogy mint már említettem, hogy nagyon-nagyon szerettünk volna érmet a bajnokságba, nagyon-nagyon szerettünk volna érmet a Magyar Kupába, ami addig nem jött össze. És azt gondolom, hogy a Magyar Kupába is még az dolgozott bennünk, és ugye a csapat együtt volt, és nagyon-nagyon-nagyon szerettük volna a sikert ugyanúgy, meg hát, hogyha az ember már egy kicsit belekóstol abba, hogy milyen a csúcson fönt lenni, idézőjelbe, akkor azért más az étvágy is. Beszéljünk egy kicsit a válogatottról, aztán elmegyünk majd a Fradiba. A válogatott szereplés, az te hogy ítéled meg a saját szerepedet, hiszen 38 válogatottság van mögötted. Ezt lehet soknak mondani, lehet kevésnek. Én inkább kevésnek mondanám, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy egy évtizedik voltál a magyar kézilabda meghatározó egyénisége. Most próbálok pártatlan maradni ezzel a kérdéssel is kapcsolatban. Igen, volt olyan időszak, amikor nagyon fiatalon kerültem oda, ugye még a Mocsai Lajos időszakában kerültem oda, vagyis hát a Csík János és Mocsai Igen. Lajos. Amikor én szenvedtem egy sérülést, a térdem elszakadt a keresztszalagom, és sajnos az a műtét nem sikerült úgy, ahogy kellett volna, és meghosszabbodott nekem a rehabilitációm, és tulajdonképpen abban az időben azért nagyon sok jó játékos sorakozott ott a válogatott kapujában, Kirchner Erika, Löw Vidóra, pont azon a poszton, ahol én szerepeltem. És ugye a Mocsai Lajos letette a voksát ezek mellett, a játékosok mellett, én legalábbis a mai napig így látom, így magyarázom magamnak, és ezek a játékosok eredményesek voltak, hozták az eredményt, és hosszú évekig nem volt
szinte esélyem oda kerülni a válogatott közelébe. Viszont amint egy generációváltásnak is lehet mondani tulajdonképpen, mert amikor a Németh András és Zsiga Gyula átvették a válogatottat, tulajdonképpen akkor kerültem megint képbe. Előtte a kis Szilárd idejében megint csak egy szerencsétlen helyzet alakult, eltört a kézközépcsontom egy héttel a válogatott program előtt, tehát ott arra az Európa-bajnokságra megint azért nem volt esélyem kimenni, mert lesérültem. Én örülök annak is, hogy újra képbe kerültem, és hasznára tudtam lenni a magyar válogatottnak. Összességében megpróbáltam kihozni mindig abból a maximumot, ami adódott, és amennyire lehetett, úgy álltam hozzá a dolgokhoz, hogy semmi sértődöttség vagy olyan dolog nélkül, hogy az befolyásolja később a pályafutásomat vagy az eredményeimet. Én azt gondolom, hogy visszatekintve nem vagyok elégedetlen, és azt gondolom, hogy maximálisan kihasználtam azokat a lehetőségeket akkor, amikor lehetett. Tehát abszolút nem savanyú a szőlő ilyen szempontból. Tehát azért az a bronz azért az egy fontos... Kárpótolt. Azt lehet mondani, hogy kárpótolt minden sérülésért, minden kimaradt mérkőzésért. Az egy nagyon nagy élmény volt, mert nekünk az akkor egy arannyal felért, mert azt a csapatot, nem mondom, hogy alul értékelték, de bőven várakozáson felül teljesített az a csapat, és az, amikor egy győztes mérkőzéssel fejezi be a csapat az adott világversenyt, az azért mindig egy nagyon nagy dolognak számít. És akkor jött 2007, mi azt hittük, hogy a világon minden a legnagyobb rendben van, és felbontottad a szerződésedet. Mondván, hogy az egyetemi tanulmányaidra szeretnél koncentrálni, és így tovább. Ez egy nagyon komoly döntés egy olyan sportoló részéről, aki tulajdonképpen a pályafutás a zenitjén van. Hát igazából az akkor egy kétoldalú döntés volt, tehát nem is tudom, hogy érdemes-e erről még beszélni, tehát az akkori sportpályafutásom, hogy akkor egy időre véget ért, úgy gondoltam, hogy az akkori vezetés és az akkori edző nem azt látja bennem, amit addig más látott bennem, nem úgy értékelik azt a munkát, ahogy addig értékelték, és nem titkolom, hogy ott anyagi vonzata is voltak a dolgoknak, tehát ott azért az a csapat, az a menedzselés, az a pénzügyi támogatás, ami addig volt, az nagyjából megszűnt, tehát ott elég komoly hónapok teltek el úgy, hogy pénz nélkül. És akkor azt gondoltam, hogy lehet, hogy nekem jobb lenne, hogyha most egy ideig nem csinálom, sőt, az is megfordult a fejembe, hogy ott Magyarban. És akkor befejezem. De aztán, ahogy ugye megszereztem a diplomát, és folytattam tovább az életemet, én is egy kicsit belekóstoltam ugye a Fezer Rádióba, a rádiózásba, plusz eltöltöttem egy pár hónapot én is interjúkészítésekkel és egyebekkel, nagyon élveztem egyébként. Jött egy másik lehetőség, ami tulajdonképpen visszarántott Fekete Csilla segítségével. Igen, hiszen ketten is Konstancába igazoltatok, a román kikötővárosba akkor egy remek csapat épült. Igen. Egyébként, sőt, a román bajnokságban megszámoltam, legalább 20 magyar játékos játszott, és jöttek Koreából, oroszok, és Igen. így tovább. Tehát elindultak ők is felfelé. Hogy el akarták indítani, fel akarták futtatni a női kézilabdát, Igen. de aztán nem játszottál. Viszont hazajöttél 2008-ban, és ez egy remek döntésnek bizonyult, annál is inkább, hiszen a Fradival azért jöttek a sikerek is. Igen, Konstancán egy 6 hetet töltöttem felkészülési időszakot, már eleve úgy utaztam ki, hogy az az edző és edzői stáb, akivel én megállapodtam, hirtelen eltűntek, tehát hogy felbontották velük a szerződést, azt, hogy mi miatt, az nyilván hozzám már nem jutott el, de
úgy alakult, hogy egy teljesen új edzői stáb várt, mire mi kiérkeztünk. Én eleve úgy állapodtam meg, hogy bal széltől egészen irányító pozícióig használható játékos vagyok. Nyilván ez az új edzői stáb új igazolásokat is eszközölt, ami miatt 6 hét után megint csak úgy éreztem, hogy és ez egy közös megállapodás volt, hogy nem biztos, hogy nekem ott kéne játszanom, vagy ott kéne maradnom, vagy padon kellene ülnöm. És ezután hazautaztam a jelenlegi férjemmel, akkor még a párommal, aki hál' Istennek támogatott mindenben, és azóta is. És a Fradi keresett meg. És micsoda remek időszak volt ez a 2 szezon. Én azt gondolom, a Fradi szurkolókat lehet szeretni, lehet nem szeretni, tehát más ott nincsen köztes állapot. Én nagyon szerettem őket. De aki megkapja a zöld sas elismerést, mint az év legjobb játékosa, azt hiszem, hogy annál nincs feje. Függetlenül attól, hogy ugye ezüstérmesek lettetek egy remek szezon után. Ezt miként élted meg? Hiszen akkor már azért nagyjából tudtuk, vagy tudtad szerintem te magad is, hogy a pályafutásod vége felé jársz. És felértél a csúcsra, ha úgy tetszik. Igen, tehát amikor én a Fradiba igazoltam, akkor azért a Gáborral előtte egyeztettünk és beszéltünk, tehát ők mit szeretnének elérni, az én szerepem mi lehet ebben a csapatban, hiszen ott egy nagyon nagy fiatalítás zajlott éppen. Tehát a két kapuson és rajtam kívül mindenki jóval-jóval fiatalabb volt. Talán még a Berta Melinda a jobb szélső volt, aki a 28 éves kora körül lehetett akkor. És hát tulajdonképpen nekem volt egy ilyen kicsit tyúkanyó szerepem is ebben a csapatban, mert a fiatalokat azért lelkileg kell általában összefogni. A Gábor megadta a nagyon jó hátteret ennek a csapatnak szakmailag. Tehát én azt gondolom, hogy ami ott folyik szakmailag a mai napig a Ferencvárosban, az példaértékű. Nem beszélve arról, hogy azért a magyar játékosokat próbálták összefogni, összetartani, tehetséges utánpótlás játékosoknak adták meg a lehetőséget. És ez abban az időben is érvényes volt. Az az igazság, hogy Gábor próbált engem ott is úgy használni, ahol tudott, ott is játszottam egy picit jobblövőt, egy picit, ha be kellett állnom irányítóba, vagy balszélen, vagy cseleznem kellett. Én nagyon élveztem azt az utolsó 2 évet, megint csak magamat tudom ismételni, hogy így nem lett savanyú a szőlő, tehát úgy tudtam a pályafutásomat befejezni, és azt hiszem mondhatom minden nagy képűség nélkül, hogy a csúcsot hagytam abba, mert nagyon jó mérkőzéseket játszottam, és nagyon büszke voltam arra, hogy újra olyan dolgokat élhettem át, amire tulajdonképpen egy sportoló mindig vágyik a pályafutása alatt. Tehát ott voltunk az élen, megküzdöttünk, megráncigáltuk az oroszlán bajszát minden egyes idényben. Itt a Győrre gondolok természetesen. Igen. Nagyon nagy derbiket játszottunk, és nagyon-nagyon jó szívvel gondolok vissza mind a szurkolókra, mind a csapatra, mert csupa szív emberekkel találkozhattam, és hát a Gábornak is csak köszönni tudom, hogy lehetőséget kaptam újra arra, hogy kiteljesedhessek abban, amit nagyon szerettem hosszú-hosszú évekig. És aki azóta is ott van az élen, én azt gondolom, hogy nélküle az a Fradi nem lenne az a Fradi. És ráadásul még egyszer azért hadd mondjuk, ez a zöldsas trófea, ugye ezt a szurkolók adományozzák annak a játékosnak, akit legjobban kedvelnek, aki szerintük, és az biztos, hogy mindig így van, hiszen az ezerfejű Cézárnál senki nem tudja jobban, hogy ki tesz a legtöbbet csapatért. Én azt hiszem, hogy jó helyre került. Ugye hoztál egy döntést. Annak idején azt olvastuk, hogy a családra szándékozol, most már fordítani a figyelmedet. Jó döntés volt? Nagyon. Nagyon. Tehát, hogyha mondhatom magamról azt, hogy én voltam anno a kézilabdás kenyeres Fanni, mert még sokszor a mai napig így emlegetnek, pedig már nagyon-nagyon régen volt. Talán az anyaságban sokkal jobban ki tudok teljesedni. Ott mindig azt a visszaigazolást kapja az ember, amit beletesz. Tehát ott nincs appelláta. Van 3 gyönyörű gyermekem,
5 év alatt érkeztek meg ők hárman, nem matekoztuk túl a dolgokat, gondolván azt, hogy a mai világban nem lehet tudni, hogy mikor és hogyan jön össze, mi korlátozhatja vagy befolyásolhatja a családalapítást, és nagyon büszke vagyok rájuk, nagyon szeretem őket, nagyon egybe van a családunk, tehát otthon is igazi tyúkanyó vagyok, tehát gyerekekkel együtt otthon tanulok már délután, úgyhogy teljes erőbedobással csinálom ezt, és hát ameddig még kicsik voltak, addig ugye ez hatványozottabb, de most már eljutottunk odáig, hogy a legkisebb is szeptemberben iskolába megy, úgyhogy itt tart jelenleg az életem. Tudják, hogy az édesanyjuk milyen sikereket ért el? Még nem, de megtudják szinte. Pedzegetik a nagylányom, a Kincső, ő nagyon-nagyon szereti nézni a képeket, előveszi, lapozgatja, az interneten visszanézi. Vannak ilyen snittek, amikor még gólt dobni is látnak, vagy gólt lőni is látnak. De az, hogy ennyire más irányt vett az életem, tehát hogy úgy nagyjából ennyire kivontam magam a forgalomból, azért nem úgy nőnek ők föl, mint például azoknak a csapattársaimnak a gyerekei, akik ugye reggeltől estig ott vannak a pályaszélén, mert esetleg a kézilabda berkeim belül maradtak, mint edző, mint sportszerető emberek. Én is nagyon szeretem a mai napig a sportot, a televízióba végigizgulom. Leginkább most már a férfi meccseket, és a gyerekek velünk izgulják végig, úgyhogy tudják, hogy anyuci mit csinált, de azért más, mint annak a gyereknek, aki ugye ugyanúgy nyomon követi a sportoló által, aki nagyon-nagyon közvetlen kapcsolatban marad a sporttal, magával. A mosolygós szemed azt sugallja nekem, hogy kerek a világ. Nagyon. Nos, hát akkor ehhez kívánok további sok-sok boldogságot az egész családodnak, és köszönjük, hogy voltál, vagy nekünk. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Kenyeres Fanni volt, a legendás kézilabdás. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!